Szevasztok, Gyupi vagyok, csapassunk egy kis Call of Duty Shadow War-t. Azaz, Call of Duty Shadow War. Árnyék háború, magyaránra lefordítva. Úgyhogy nézzük is, hogy miről szól a játék. Hát, vagyis hát miről szól, mi lesz a játékban, inkább így van. Németek vannak a játékban. Hát ugye miről szól egy Call of Duty, hát háborús lövöldözős játék. Aki nem ismerné, azt nagyon sajnálom egyébként, mert nagyon jó sorozat. Én szerintem még az első részével is játszottam kölyökkoromban, de mindegy. Azon már ki tudja a hanyadik. Nézzük ezt a kis videót. Van repülő az észarásig. Jó kis bombázás, mondjuk ezzel nem nagyon lehet menekülni, szerintem. Szívás. Besorozás történik talán. Megkaptuk a levelet. Na, és már rajtunk is a sisak, úgyhogy besorozás volt. Köszi közben a feliratkozó. Miközben besoroztak minket. Na, hát ez szép kis partra szállás. Szerintem a normandiai partra szállást láthatjuk épp. Gyerünk! Mindjárt kap egy golyót a fejébe. Nem, én simán kinyírtam volna. Kis vonatozás. Géppuskával szét lehet rálni, mindent úgy látom. Télbe is át fog nyúlni a játék, valószínűleg. Nyilván azért látunk róla kis előzetes videót. Gyere haver! Menő, és itt van a Call of Duty. Meg hogy hanyadik rész? VVI. Nem tudom, római számban nem igen hiszem, hogy van dupla V. Na igen, akkor meg bocsász. Sima V az biztosan. Na mindegy, nézzük tovább a kis videót. Már hajók jönnek, szerintem meg a repülők nyilván. Szerintem most megyünk Normandia fele. Na de várjuk ki a végét, hogy mi történik. Egyenlőre sötétség. Aha, na itt vagyunk. Na gondolom, most benn vagyunk a hajóba. Cső haver. Duma. Na nézzük. Lecsapja el az ujját. Ups! Hát ez elég jól ment. Ki akarod próbálni a vel? Mit röksz rajtam? Nem, én csak fotós vagyok. Nem tudom, hogy egyébként lett volna a felirat, ha igen, akkor bocs, hogy nem raktam rá. Na, itt vagyunk, mi vagyunk. A Yellow. De hülye neved van, haver. Szóval bocs, hogy nem raktam fel feliratot. Bár mondjuk előrébb nem lettem volna, de lehet, hogy valamelyikőtök elég jól tud olvasni angolul. És akkor az most így le tudtam volna magának fordítani. Na, úgy látom, hogy a nyakláncot bedobja egy tétnek a haver. Hogy levágja ez a haver a ujjácskáját. Itt a késecskös. Tessék. Nem kell? Na nézzük. Nyaklánc a tét, levágjuk el az ujjácskánkat. És hát nem mi, hanem ő. We worked out a system where they can signal to me everybody's hands. You should have seen the QB's face when I took that pot. You ready? That's what happens when you try to hustle a hustler. No. Hoppa! Mi van, haver? Srác is rögi. A Yellow kicsit beszopta. Benyalta. Jó látverte. Egy nyakláncé megérte, haver. Nyilván erre senki nem számított, hogy ilyen gyorsan sikerül. Jó trükk. Bár itt a háborúban nem hiszem, hogy lenne valami jelentősége. Lenne valami jelentősége is annak a nyakláncnak. Pearson. Mondom, ez a főnök vagy valami ilyesmi. A vállán a rangból ítélve. Cső haver. Énként nincs egy nagy gépem, de nagyon szép a grafikája. YouTube nyilván nem fogja átadni. De amúgy tényleg szép.
Na, jönnek a repülők, repülőzni fogunk talán. Még az előbb a hajón voltunk. To establish a beachhead at Normandy and roll back the German aggression that has terrorized Europe for the past 5 years. Ágyúznak lelkesen. All that separates the world from darkness. This so much more than a chance to be heroes in our own lifetimes. If we prevail, our triumph will be etched into the hearts and minds of a grateful world. Gondolom valami ezredes. True glory. Colonel Davis sure can give a nice speech. His pep talk reminded me of the one Coach Johnson gave us on our itt a fotósunk. Fontos egyébként a fotós, a legfontosabb a háborúban. Nyilván jó dolog, hogy van, de mindegy. Amúgy azok ilyen régi emlékek meg fotók, mert ezek ott voltak. Ja, vele szeverbe ment a víz, szarig. Hülye egy fotó tocskos. Ups. Nem nagyon csípik. Na, úgy látszik, mi is itt vagyunk a csónakban. Írjuk a kis mondónkánkat. Ez vagyunk, mi? Vagy nem? És a dicség. It's now or never. Durva, hogy ahogy írja, úgy megy a szöveg. Hey, I wish I was coming home to her. Nekem ez még meglepő. Seems like a long way off. Nem csak a kezem mozog, hanem tényleg szöveg is van. Remember, no digging in at the shore. You've got to advance. You need to stay low and do not bunch up. Stick to your training, you're gonna make it through. I'm proud to lead you fellas in the battle. Te fogsz meghalni elsőnek, öreg. A Dén, Normandia, Franciaország. Na, hát mondtam, hogy a Normandiai partra szállás, van láttunk ott az elején. Nem hittetek nekem, mi? Ne szaver. Gyújtsára. Ups! Melyik se? Valamire bérfröccs volt, és itt nem mindenki. Nem tudom, a repülők miért nem bombáznak közbe amúgy, miközben minket szarrá lőnek. Nem mindegy. Úgy van. Majdnem felrobbantunk, mellénk csak hordott a bomba. A repülők nagyon hasznosak tudnak lenni ilyenkor, nem mindegy. Amikorek nem is értem, miért küldik alá ezt a sok katonát. Mert így lebombázták volna a partot, azt csókolom. Uff. Az szép. Kiabálás nem sokan visz haver. Na, here we go. Júj. Nekünk csapódott szerintem. Szívás. Húlunk, mint a legye. Fél banda meg is halt, kis az álltunk a hajóból. Jó ég. A hulla megvédett minket, láttátok, hogy belelőttek? Na, itt vagyunk. Kapott egy áment, azt csókolom. Uff. Júj! Leficcent a lába a csávónak. Ne nézze, aki ilyen. Meg egy kéz. Bocs, haver. Kis tomzonnal szalad előre az öreg.
Na! Végre játékban. 90 méterre van. Kontrollal. Aha, lefekszünk. Hát, ha itt nem fogok egyszer sem meghalni, akkor... Nem semmi leszek. Lehet lőni ezeket leszene? Biztos, kilőttem. 60 méter, 50. 40. Ah! Lekedett volna, ha halni. Hát valahogy sejtettem, hogy meg fogunk dögleni, de nem baj. Most azt tudom, hol vagyunk. Shift. Shift-tel, sprint-tel, mintha ezt nem tudtam volna egyébként. Nagyjából a játékok 98%-ában így van, de mindegy. Ops. Köszi, ha feliratkoztál. Azért hullanak a hullák. Repkednek a hullák. Oh! Baszki! Hát nem jutottunk messzire. Mit nem mondjak? Na mindegy, próbáljuk meg még egyszer, még jó, hogy újra lehet kezdeni. Hú, hát a való háborúban már szerintem már a hajó meghaltam volna, na mindegy. Hát, hogy a tank mögött kellene szaladgálni, nem? Új, eléggé soroznak. Oszlop. Júj. Kemény, szerintem igen, körbe lőttek minket, 70 méter. Hú, az éppen is berobbant. Basszus. Küny! Még élek! Már csak 25 méter. És van még élet itt valahol. 25 méter. Rizikó. Simán megvan. Júj. Kicsit megszedtek minket. 14 méterre vagyunk. Destroy zónától. Valamit fel kell robbantani. Ez pont, pont ezek az emberek jutottak ide amúgy. Jó, jó, felrobbantjuk valószínűleg. Aha. Júj. Kis stressz azért van a csávóba. Csőbomba egyébként. Ah, mozgassuk az egeret, oda. Hát jól ledobtad, haver. Így csak urolnak befele a hullá jelöltek. Beleszaladt a haver, hát én nem akartam megölni. Legalább innen kezdjük előről. Nem pedig legelőről előről. Ez hogy lehet ilyen hülye, hogy itt marad, ő az első, aki meghal. Nem sok életünk van, basszus. Csé. Még kevesebb életünk van. Így azért már kihívás. Cső! Ne! Ki pont jókor fogysz ki, haver? Úristen, egy hangyafasznyi életünk van. Szerintem, ha mellénk lőnek is megnyúlunk. Nincs életünk, vagy hogy lehet itt életet tölteni? Hoppá! Betűt akartam nyomni, bocsa, mert legránátoztam a társamat. No problémo. Betű. Megtanáltuk ezt is. Na hát géppuskában már jobbak vagyunk szerintem. Valaki adhatna életet. Ez lehet, hogy menőbb. Kösz, haver! Kaptunk életet. Azt mondja, hogy ha megnyomjuk a hatos gombot, akkor a first kit-et aktiváljuk. Na nézzük. Hát mondjuk nem sokat töltött, egy fél életet töltött csak, de legalább töltött. Mikor döglik már ez? Most direkt dobtam a gránátot. Hú, és még jó helyre is ment. Gondolhatom volna.
Van, bátrak vagyunk. Hé, élet. Hú, már kettő van. Hatos gomb. Ez az már majdnem fullon. Szevasz, Zuszman. Jó, ott is cucc. Kircsiség. Na hát most már van 3 életünk, meg 27 lőszerünk, teljesen jók vagyunk. Ez az a pocsékor. Jó. Kifogytunk! Ez mi ez? Kar 98. Zsír. Na hát így már menőbe toljuk. És hogy lőnek? Amikor itt el vagyok bújva. Hova, hova? Ave. Zuszmannak töltődik az élete. Cső. Kis pisztolyt cseréljük le. Sose lehet tudni, a kar az maradjon csak. Na hát oda viszont csak a következő részbe fogunk beszaladni szerintem. Úgyhogy itt gondolom szerintem a végét. Legalábbis oda fentre. Jó srácok, úgyhogy én ennyit terveztem volna már, ezt itt most meg is állítjuk szépen. Úgyhogy ha remélem tetszett a videó, ha igen, jöhet a komment szekcióba mindenféle finomság. Illetve, hogy feliratot tegyünk rá vagy nem, de szerintem fölösleges csak zavarna, én úgyse tudok angolul. Úgyhogy ennyi. Na köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, legyetek jók, feliratkozás, lájkot megköszönöm. Van Discordunk, Facebook csoportunk, link lent van a leírásban, valaki akar csatlakozni. Azt is megteheti. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, legyetek jók, szép napot mindenkinek, szevasztok!